Január 25-én egy rendhagyó könyvbemutatóra került sor Marosvásárhelyen. Szalai Béla szerző műve, az Ikonográfiáló Kórum Transzilvániae teltházas bemutatónak örvendett. A kötetben nem csak Kolozsvár, Erdély fővárosa, Nagyvárad, Erdély kapuja, Temesvár, Bánság hadszíntere, Nagyszeben, a gubernium egyik székhelye, hanem összesen 65 helység és katonai jelentőségű külteri hely, 640 felkutatott és részletesen leírt ábrázolása jelenik meg közel 550 képpel ábrázolva. Ez az első alkalom, hogy ilyen pontossággal és ilyen nagyságrendben jelenik meg a mai Erdély településeinek képi ábrázolása. Szalai Béla a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építőmérnöki oklevelet. Aktív éveiben végig a közúti közlekedési kérdésekkel foglalkozott, ma is az Útügyi Világszövetség Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. Műszaki tevékenységéért több magas állami kitüntetésben részesült. Érdeklődése a történelem és a művészetek iránt családi örökség, amit egész életében megőrzött, és műszaki pályafutásának befejezése után minden figyelmét és energiáját ezekre a területekre fordította. Ennek köszönhetően mintegy 200 publikációja jelent meg, egyrészt a topografikus metszetek témakörben, köztük Magyar Topografikus Metszetek katalógusa, másrészt a kommunista időszakban működő egyházi iskolák történetét. A könyv Erdély településeinek ikonográfiájával foglalkozik. Esetünkben az ikonográfia kifejezés azt a gyűjtői, elemzői tevékenységet jelenti, amelynek célja, hogy összegyűjtsön, időrendbe soroljon és prototípusokra vezessen vissza minden olyan grafikai ábrázolást, amely Erdély településeiről készült. Ebben a munkában Erdély, mint földrajzi fogalom, azokat a területeket jelenti, amelyek 1920-ban a trianoni békeszerződés értelmében a Magyar Királyságtól kerültek Romániához. Az ikonográfia történet kezdeti időpontja 1544, amikor az első erdélyi városkép Sebastian Münster művében megjelent. A gyűjtőmunka az 1800-as évvel ér véget, amely egy olyan határpontnak tekinthető, amellyel lezárult a látképkészítések klasszikus korszaka. A könyvben 640-nél több ábrázolás szerepel, festmények, rajzok, hadmérnöki vázlatok, emlékérméken szereplő városképek. A legtöbb képi emlék azonban metszetek formájában maradt fent. A felkutatott ábrázolások képeit a könyv szinte teljességgel tartalmazza. A kötetet Markó Béla, Kelemen Hunor, illetve Tamás Sándor méltatta. Kisiskolás korom óta nem gondoltam volna, hogy képes könyvet ilyen élvezettel nézegetek és lapozgatok. Hát megtörtént, meg kell mondanom. Elkezdtem nézegetni, ugye a könyvbemutatóra készülve, és aztán azt vettem észre, hogy órákra belefeledkeztem, rengeteg mindent megtudtam belőle. Még azt is megtudtam, hogy a háborúnak is van egy szörnyű haszna, így kell fogalmaznom, mert ezek a városképek háborús alkalmakkor születtek, és Erdélyben a legkevesebb városkép Bethlen Gábor hosszú békés időszakából maradt fenn, ugyanis hadi célokkal készítettek városrajzokat, illetve a tőlünk nyugatra lévő boldogabb országokban, amikor hírt adtak az itteni háborús eseményekről, akkor azt illusztrálni is akarták, és hát ha volt, és elég gyakran volt ugye törökökkel, másokkal súlyos csatán, akkor rögtön a nyugati krónikák igényelték, hogy városrajz is készüljön. Hát ez szörnyű haszon, ezt úgy zárójelben mondtam el, de ilyent is megtud az ember. És én akkor át is adnám a szót Kelemen Hunornak, hogy hát úgy a könyvről, meg a környezetéről, a könyvnek, meg egyáltalán a centenáriumról, vagy amiről gondolod, azért szóljál a jelen lévőkhöz. Itt elmondta Markó Béla, hogy a múlt bemutatása, a múlt megkeresése, a múlt megértése miért fontos, és én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk, nem győzzük eleget hangsúlyozni, különösen egy olyan világban, amikor
minimum két világszemlélet ütközik. Az egyik az arról szól, hogy felejtsük el, hogy mögöttünk van, azzal nem foglalkozzunk. Nézzünk csak előre, hogy hová szeretnénk eljutni. Másrészt pedig, hát mégis nekünk volt egy olyan hosszú-hosszú időszak, évtizedek az életünkben, amikor a múltunkról nem beszélhetünk. Amikor nem lehetett erről őszintén beszélni. A kommunizmus ilyen értelemben eszméletlen károkat okozott, és ezeket még azt gondolom, hogy nem tudtuk még feldolgozni. Az én nemzedékem sem, az előttem álló nemzedékek sem, a mögöttünk jövő nemzedékek valószínű, hogy talán föl fogják tudni dolgozni. És ezért el kellett végezni egy csomó olyan munkát, amelyet más társadalmakban normális körülmények között elvégeztek, amikor annak megvolt az ideje. Újra kellett írni, vagy újra kellett íratni, újra kellett gondolni a történelmet. És még van elvégzendő munka. Ezt nem lehetett egy év alatt, két év alatt, tíz év alatt elvégezni. És azt gondolom, ilyen szempontból is fontos, hogy olyan kiadványokat, olyan programokat indítsunk, támogassunk, amelyek ennek a múlt feltárásnak a részét képezik. Eljött hozzám egy adott pillanatban Tamás Sándor, hogy most a könyvről beszéljek egy keveset, nem a könyv tartalmáról, hanem a megszületéséről, hogy hogyan találkozott az ötlet a pénzzel. Azt mondta, hogy itt van ez a kézirat, akkor a táskába hozta be hozzám a lakásba, hogy nem tudtam, amikor bejött, én nem tudtam, hogy mit hoz, csak mondta, van egy jó ötlete, valamit meg akar beszélni vele. Gyere, jött, hozott egy zsák kéziratot. Én amikor megláttam, még nem tudtam, hogy miről van szó, megmutatta Sándor, én is úgy voltam, hogy ha lehetett volna, akkor órát nézegettem volna, pedig az nem volt ilyen minőség, mert az csak a kéziratnak egy változata volt. És azt mondta, hogy összeállt, a szerző ideadta, szeretnénk megjelentetni, kellene a támogatás, ha tudjátok, tudjuk, együtt csináljuk. Megnéztük, azt mondtam, hogy tudjuk, meg fogjuk nézni, megtaláljuk a forrásokat, ki kell ezt adni. Ki kell adni, mert a mi életünknek, a mi történelmünknek egy nagyon-nagyon fontos részére, időszakára vonatkozik, egy nagyon hosszú időszakára, és nagyon sok tanulságot el lehet vonni belőle. A Szalai Béla munkája nem egyszerűen csak hiánypótló, hanem egy egyenesen felbecsülhetetlen gyűjtemény, hiszen egyrészt ez a kötet egy mérföldkő is. Nem csak egy látképgyűjtemény, hanem egy egyedülálló katalógusa a kezdetektől 1880-ig feldolgozott transzilván ikonográfiának. Szakirodalom persze térképtörténetben, ikonográfiában van, a szerzőnek is, Szalai Bélának is jelent meg több kötetben, első lépésben három kötetben munkája, illetve később még két kiegészítő kötet, gyakorlatilag öt kötet a Kárpát-medence összes magyar területéről dolgozott fel. Tamás Sándor maga is hozzájárult a kötet elkészítéséhez, és a könyv kolozsvári bemutatóján részletes leírást is társított mellé. Vállalásunk nyilvánvaló célja az, hogy Erdély képi megjelenítésének kutatása, feldolgozása és az érdeklődő közönséggel való megismertetés legyen. Meggyőződésünk ugyanis, hogy szülőföldünk iránt érzett szeretetünk megnyilvánulásának egyik módja, ha Erdély korabeli leírásai, képi megjelenítései mi magunk is ismerjük, és nyilván, hogyha tárgyilagosan ismertetjük más nemzetek fiaival is. Ez az idei évben, 2018-ban különösen fontos, amikor mi erdélyi magyarok az 1000 éve Erdélyben, 100 éve Romániában programmal mutatjuk be, hogy az elmúlt 1000 esztendő alatt hogyan járultunk hozzá Erdély építéséhez. Sorozatunk első kötete Petelei Klára Descriptio Transilvaniae című három nyelvű térképes könyv, amely 1532-től 1848-ig veszi számba az önállóan ábrázolt Erdély máig ismert történelmi térképei. A térképek után természetes folytatásként a térség településeinek látképei következnek. A székelyföldi gyökerekkel rendelkező budapesti Szalai Béla munkája nem egyszerűen csak hiánypótló, hanem egyenesen felbecsülhetetlen gyűjtemény. Az ikonográfia Locorum Transilvaniae című kötet ugyanis egy mérföldkő, hiszen nem csak egy látkép gyűjtemény, hanem egyedülálló katalógusa a kezdetektől 1800-ig feldolgozott transzilván ikonográfiának.
Szakirodalom van ebben a műfajban is. Sőt, a szerzőnek is jelent meg átfogó munkája több kötetben is, utólag még plusz kettővel kiegészítve. Mások is dolgoztak fel egy-egy települést vagy kisebb régiót, például Jancsó Árpád, Temesvár, Bánság és Albuma vidékét dolgoztak fel egyedülálló módon, őt is tisztelettel köszöntöm, hiszen itt van köreimben. Román munkák is jelentek meg, Andár, Lucián Spőnó, Anka Maria Zánfír, Kornel, Tatai Balta, igaz, hogy ők egy-egy kisebb részt vagy csak várost dolgoztak fel. Adriano Strasse, Descriptio Romániai kötete is tartalmaz néhány erdélyi látképet. A volt miniszterelnök egyébként a múlt héten itt Kolozsváron egy újabb kötetet mutatott be, ami Erdély történetéről szól. Szóval a munka az folyik. Szalai Béla ikonográfia Lokorú Transzilvániai kötete mégis egyedülálló, mert ez idáig páratlan módon a jelenlegi Erdély települései ábrázoló, meg annyi látkép, térkép, rajz, festmény, adománylevél, emlékérem, emléklap, céllevél összes gyűjteménye, összegyűjtötte, beazonosította, rendszereste és magyarázattal látta el kezdetektől 1800-ig. A kötet nyilván nem csak egy látképgyűjtemény, hanem egy rendkívül, mondom én, bonyolult, de rendkívül hasznos mutatót is tartalmaz, hiszen mindazok a látképek, amelyek a kötetben benne található, azok pontos beazonosítása is megtörtént. Ebben a kötetben nem csak Kolozsvár, Erdély fővárosa, Nagyvárad, Erdély kapuja, Temesvár, a Bánság hadszíntere, Nagyszeben, a Gubernium egykori és egyik székhelye, hanem összesen 65 helység és katonai jelentőségű külterületi hely, 640 felkutatott és részletesen leírt ábrázolása megtalálható. A leírt ábrázolások közül 550-555 kép is szerepel a könyvben. Azért ilyen bizonytalan, mert vannak olyan képek, amelyeken egyszerre több település is van. Első alkalom ugyanis, hogy ilyen pontossággal és ilyen nagyságrendben jelenik meg a mai Erdély településeinek régi ábrázolása. Ezek elsőkről többsége valamilyen hadi eseményhez köthetőek, abban az időben ugyanis egy régió vagy egyes települések akkor váltak figyelembe méltóvá, ha azoknak hadászati jelentőségük is volt. Az első látkép Sebastian Münsterhez kapcsolódik. Ő ugyanis munkájában Nagyszeben 1544. évi fametszete, ez az első ismert erdélyi városábrázolás, bár az is igaz, hogy ez a kép nem a város valós képét mutatja. Így a mai Erdélyen belül az első hiteles ábrázolás Szatmáról maradt fel. Közhelynek tűnik, hogy a múltunkat meg kell ismernünk és össze kell gyűjtenünk, de hát az az igazság, hogy mi itt Erdélyben sokszorosan megtapasztaltuk évtizedeken át, hogy mit jelent az, hogyha az ember nem fér hozzá a saját múltjához. Tehát ugye egy kommunista diktatúrában amúgy is próbálják meghamisítani a múltat, és a mi esetünkben meg ráadásul Erdély magyar vonatkozásait próbálták mindenképpen eljelentékteleníteni. Tehát persze, hogy a jövőnek kell élnünk. Persze, hogy az a fontos, hogy milyen jövőt teremtünk magunknak, de ehhez véleményem szerint kell támaszkodni a múltra. Annál is inkább, mert Erdély múltja azért sok tanulságot kínál a jövő szempontjából is. Tehát nekünk nem előzménytelenül kell valami újat elképzelnünk, hanem támaszkodnunk kell arra, hogy itt Erdélyben több kultúra, több nyelv élt egymás mellett, és hogy ebből az együttélésből nagyon fontos alkotások származtak. Másrészt pedig ma ugye egy olyan vaskos könyvet mutattunk be, amely erdélyi városképeket tartalmaz elsősorban, és abból az is kiderül, hogy azért
Erdély nem volt a történelem folyamán az Isten háta mögött, hanem része volt építészeti kultúra, meg minden szempontból Európának. Hát sokat lehet ebből tanulni. Hát végül is ez egy olyan összefoglaló munka, amilyen még nem jelent meg. Tehát ilyen teljes összefoglalás erdélyi városképekről, kezdve a 16. század közepétől, tehát 1544-től egészen 1800-ig, tehát egy hosszú időszakra visszatekintve, és ugyanakkor, hát hogy mondjam, a képmagyarázatok is fontosak, mert ezek a városképek, ezek alkalmi városképek, és akkor hát olyan érdekességeket is megtud az ember, hogy ezek hadi célúak és hadi fontosságúak ezek a városképek többnyire. Máskor meg valahol tőlünk nyugatra, Európa nyugati részén készültek ezek a városképek valamiféle haditudósítás céljával, tehát miközben a mi eleink itt hadakoztak, akközben erről születtek ilyen képes haditudósítások nyugaton. Tehát sok ilyen érdekességet is megtud az ember. Tehát a lényege mindenképpen az, hogy rögzít egy több évszázaddal ezelőtti állapotot, melyek voltak a fontos települések, melyek voltak a fontos helyek, és ezt nekünk tudnunk kell. Történelmi szempontból, illetve nem csak a szakmának, hanem ugye a nagy olvasó közönség számára is egy ilyen típusú gyűjtemény mindenképp egyrészt hasznos, másként ugye kincsként értelmezhető, hiszen a maga egyediségében ugye egyrészt benne van a nevében, hogy gyűjtemény, tehát több helyről, több olyan ritka és egyébként nehezen hozzáférhető helyről, mint magángyűjtemények vagy egyéb kutatóhelyekről összegyűjtött, és egy helyen most már ugye forgatható formában ugye kapható ez a gyűjtemény. Másrészt pedig maga az ábrázolások, ami szintén önmagában is szakmailag természetesen kuriózumnak számít, viszont hogyha csak laikusként forgatjuk ezt a munkát, akkor ugye azt láthatjuk benne végül is, hogy azok a korabeli ábrázolók, és itt ugye nem csupán a hadmérnökökre vagy technikusokra gondolok, hanem azokra, akik, tehát hogyan látták, az ők szemükön keresztül egyfajta önismeretet is ad ez az egész. Azt gondolom, hogy szülőföldünk iránti szeretet egyik megnyilvánulása az tud lenni, hogyha összegyűjtjük, rendszerezzük és kiadjuk Erdély múltjáról készült térképeket, látképeket kezdetektől, hiszen ott, amit leírtak francia, német, holland vagy olasz szerzők, az tulajdonképpen Erdély igazi története. Nem kell ma kitalálni, hogy mi volt, csak el kell olvasni, milyen nyelven szólították meg Kolozsvár, Vulgó, Claudiopoliszt, Erdély első városát. Ilyen szempontból tartom igazán fontosnak ennek a kötetnek az összeállítását, mert így, ilyen nagyságrendben, ilyen rendszerezettséggel soha nem jelent meg Erdély településeiről látképgyűjtemény. Ebben a kötetben több mint 550 látkép található, 65 település vagy katonai külterületi helyről, és valószínűleg az elkövetkező rövid időben sem fogják így ezt egybegyűjteni mások. Ez nem csak egy könyv, hanem a könyv erről a történetről. 500 példányban nyomtattuk ki ezt a könyvet, és mind elfogyott. Azt hiszem, hogy ez a legjobb visszajelzés. Értelemszerűen Kolozsváron mutattuk be először, ez rendkívül ragaszkodtam én is, mert hát Kolozsvár, Transzilvánia, Civitas Primaria, tehát az első város Erdélyben, és utána pedig nyilván Budapesten, a Tudományos Akadémia könyvtárában. Ez egy nagy megtiszteltetés volt, hogy befogadtak, és népes közönség előtt be tudtuk mutatni büszkeségünket, Erdély kincsét. Marosvásárhelyre is eljöttünk, a Kós Károly Akadémia meghívására. Jó szépen! Amikor először a kezembe vettem ezt a könyvet, akkor legelőször a súlya fogott meg, ugye, mint mindannyiunkat, de utána egyszerűen nem tudtam letenni.
Tehát Markó Béla mondta azt, hogy gyerekkor óta nem volt az is, hogy egy képes könyvet egyfolytában lapozgatni akar. Nekem azóta is ott van az íróasztalomon, és időről időre belepillantok. Olyan referencia munkának tartom ezt, ami az utóbbi, hát nagyon sok esztendőben, ha egyáltalán valaha megjelent Erdélyről, azért, mert az ember alapvetően egy vizuális típus. És itt látja azt, hogy nem mese azt, amit a történelmi könyvekből olvastunk, hanem tényleg 1500-valahányra visszamenőleg megvannak az ábrázolásai a várainknak, a városainknak. Nem tettek róla, az én agyam összekapcsolja ezt a katonai térképekkel, amikből nagyon sokat láttam, részben a Tamás Sándor gyűjteményében, részben nyilván akár Boncida kapcsán is, ugye, amit megjelent, és tulajdonképpen ez megszemélyesíti ezeket a térképeket. Tehát arcot ad azoknak a csomópontoknak, amikről mindannyian tudtunk, és nekem személy szerint hihetetlenül érdekes az, hogy lássam azokat a városokat, amiket én már a 20. században láttam, hogy tulajdonképpen Szatmárnak is volt egy ilyen enyhén vobán stílusú vára. Lássam azt, hogy nézett ki a Mikóvár, amit ugye mi restauráltunk a Kulturális Minisztériumnál, tehát hogy minden nagyon kézzelfoghatóvá válik, minden nagyon élővé válik, és amellett ez egy tanúságtétel arról, hogy az 1600-es években milyen nyelven írták ki Kolozsvárnak a nevét, és ugye, hogy én úgy nőttem fel, hogy három nyelven beszéltem kolozsváriként, magyarul, románul és németül, ugyanúgy elvárnánk, hogyha ha most egy kicsit az emberek rájönnének, hogy nem ördögtől való az, hogyha tiszteljük a múltját egy-egy településnek. És ez egy gyönyörű, tehát ezt nem lehet letagadni, ez tény. Ne kacsingasson! Lehetne közhelyeket mondani, én inkább azt mondom, hogy valószínűleg boldog vagyok. Minden esetre jó érzés. Tehát, ha valakinek a műve megjelenik írásba, és materiálisan foghatóvá válik, hát tudom, hogy nagyon párvenő a hasonlat, de olyan, mint amikor megszületik egy gyerek. Ott amögött is volt egy gondolat, egy szeretet, némi munka, szegény édesanyának ki kellett fordani. Itt ugyanez megvolt, meg kellett írni, a kiadónak meg kellett vele szenvednie, a nyomdába dolgozni kellett rajta, megszületett. Jó érzés, nagyon jó érzés. Minden ilyen munka elindít, gerjeszt egy olyan folyamatot, hogy mindenki igyekszik, ó, én ezzel tudom kiegészíteni. Tehát az anyag a természeténél fogva is növekedni fog, de ahogy Monok professzor úr mondta, hogyha nincs, aki ezt az anyagot összegyűjtse, gondozza, akkor magának a műnek is csak annyi értéke van, hogy de szép képek vannak benne. Kölcsei mondta, hogy jövőjét veszti nemzet, ki múltját nem ismeri. Tehát, hogyha, és itt is elhangzott egy Bot Péter idézet, és körülbelül 5 latin mondást tudok, aminek ugyanez a lényege, hogy és benne van a Bibliában is. Csak szilárd talajra lehet építkezni, ha az ember jövőt épít, adott esetben nemzeti jövőt, vagy magyar jövőt. Hogyha az ember azt akarja, hogy valami megmaradjon, azt materiálisan meg kell valósítani, a könyv az.